az 56-os hőstől, Fekete Párról emlékeztek Békés Csabán. Fergeteges hangulat, több száz érdeklődőt vonzott a Szent István napi előzetes. A kor nem számít, 52. alkalommal adott otthont Gyula a szenior úszóbajnokságnak. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Pénteken délután 1 órakor kísérték utolsó útjára Békés Csaba 1956-os hősét, Fekete Pált, a szegedi krematórium Bajai úti ravatalozójában, majd a református temetőben helyezték örök nyugalomra. Ugyanebben az időpontban Békés Csabán a Fekete Pál gyűjtemény Csaba utcai termében búcsúztatták a város díszpolgárát. Megéri-e embernek maradni az embertelenségben, amikor közelről fenyeget az erőszakos halál? A búcsúztatón Liszi Melinda színművész olvasott fel részletet Fekete Pál 2003-ban megjelent az Utolsó szójogán című könyvéből. Ezt követően Komáromi István nyugalmazott címzetes igazgató, történelemtanár mondta el megemlékező beszédét, amelyben szólt a 2022. július 27-én 94 éves korában elhunyt Fekete Pál életútjáról és 1956-os helytállásáról is. A forradalmi bizottság elnöke megkeresi a parancsnokot, egy alezredest, és elmondja neki oroszul, mi a valós helyzet Magyarország. Hogy itt nincsenek fasiszták. A szovjet katonáknak ugyanis otthon azt mondták, fasiszta felkelés van Magyarország. Most még sikerült a meggyőzés. A parancsnok kijelenti, nem lesz baj, ha nem provokálják a katonát. A béke jelekei Fekete Párt maga mellé ülteti a csipjébe, és a konvoj kivonul a városba. A Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke arról beszélt, hogy Fekete Pál igazi városvédő volt, aki nem is egy alkalommal óvta meg Békés Csaba lakosait és magát a várost az 1956-os események során. Azt gondolom, hogy Fekete Pali bácsi volt az igazi és a szó szerinti városvédő. Tehát ő volt az, aki megvédte ezt a város, megvédte ennek a városnak a polgárait és az épületeit, és megtett mindent azért, hogy a fegyverek ne pusztítsák el Békés Csabát. Az esemény zárásaként a búcsúztatáson résztvevők egy-egy mécses meggyújtásával emlékeztek a város díszpolgárára. Ugrálóvár, óriás buborék, fújás és arcfestés is várta a Szent István napi előzetesre kilátogatókat péntek délután Békés Csabán, a Lencsési Közösségi Ház és a Féja Géza tér közötti parkosított területen. A szervezők a délutáni programok mellett gyermekműsorral és koncerttel is készültek az érdeklődőknek. A program egy látványos felvonulással vette kezdetét a Csorvási Fúvós Zenekar és Mazsorett csoporttal Csikósok kíséretében. A rendezvény a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Közösségi Ház szervezésében zajlott, immár 29. alkalommal. Van egy óriás ugrálóvár is, ki fogjátok próbálni? Aha, oda akarunk készülődni, meg még megnézzük a képeket. Én megyek. A tér másik oldalán egy lovas, majd egy csikós bemutató vette kezdetét. Megy a gőzös, megy a gőzös. Ezután gyerekműsorok zajlottak a színpad előtti rendezvénytéren. Egész délután szabadtéri játszóház, szalmakoszorú készítés és kézműves foglalkozások, valamint íjászat, arcfestés, csillámtetoválás, légvárak, lovaglás és szabadtéri fotókiállítás is várta a megjelenteket. Nagyon jól érzem magam, nagyon sok ismerős van itt, minden évben megrendezi a Takács Péter, a Közösségi Ház igazgatója ezt a rendezvényt, mindig nagy érdeklődéssel várjuk, és mindig nagyon jól szokott sikerülni. A Közösségi Ház vezetője szerint a program célja az, hogy az államalapítás ünnepét megelőző hétvégén a Lencsési városrész lakóinak legyen egy saját ünnepsége. Magának a programnak az a célja a kezdettől fogva, hogy az augusztus 20-át megelőző hétvégén a Lencsési lakótelepnek, amely valljuk be egy kisebb város egyébként a városon belül, legyen egy népünnepi jellegű augusztus, előaugusztus 20-ai programja. Az estét egy látványos tűzsó zárta a Lencsési városrészben megrendezett eseményen. Az este folyamán koncert színesítette a programot.
ismét a gasztronómiáé volt a főszerep Kétegyházán, ahol immár 14. alkalommal szervezték meg a Pogácsa Fesztivált. A két napon át tartó rendezvényen a legjobb szakácsok is összemérték tudásukat. Kolbász, sült hús, pörkölt. Ezeket az ételeket is megkóstolhatták az érdeklődők szombaton Kétegyházán, ahol a nemzetiségek főzőversenye zajlott. Grósz János, a német nemzetiségi önkormányzat tagja, kétféle étellel is készült a versenyre csapatával. Kolbász sütünk meg, sert és pörköltet fogunk még ott szervírozni. Úgy látom, hogy jól fogy mindegyik, úgyhogy ízlik mindenkinek nagyon. A főzőversenyen 21 csapat mérettette meg magát, az ételeket egy háromtagú zsűri díjazta. A rendezvény a főzés mellett a Baptista Fúvós zenekar koncertjével vette kezdetét, melyet egy interaktív román és magyar nyelvű előadás követett. Most 5. alkalommal rendezzük meg Kétegyházán a Román Nemzetiség napját. Korábban külön rendeztük, most így szoros együttműködésben a polgármester asszonnyal, munkatársaival és a hivatallal. 5. alkalommal van, hát így az egész nap folyamán román nemzetiségi programok vannak. A Pogácsa Fesztiválhoz egy helyi legenda is köthető. Kétegyházán ugyanis úgy telepedtek le a lakosok, hogy mindenki elgurított egy sárpogácsát, és ahol az megállt, ott építették fel házaikat. Vasárnap azzal idézték fel a legendát, hogy pogácsasütő versenyt rendeztek. Akik pogácsasütéssel készültek, két kategóriában, hagyományos és reform kategóriában hirdettünk meg előre pogácsasütő versenyt, tehát a kész pogácsát kell elhozzák a versenyzők, utána itt a háromtagú zsűri majd értékelni fogja őket, és ezáltal a délelőtt folyamán már meg fogjuk választani a pogácsa királyt vagy királynőt, aki a legjobb pogácsát sütötte 2022-ben. A kétnapos rendezvényen a pogácsasütő és a főzőverseny mellett óriás dárcra lehetett célba rúgni, illetve a gyerekeknek ugrálóvár és trambulin kínált kikapcsolódási lehetőséget. Békés Csabán az október 6-a utcai Baptista imaházban tartották meg a 14. határmenti karvezető és énekkari kurzus záró istentiszteletét. A vasárnapi alkalmat a Körösvidéki Baptista Egyházkerület szervezte. Az Ég, Föld, Tenger című énekkel kezdődött a 14. határmenti karvezető és énekkari kurzus találkozó záróisten tisztelete fúvós és orgona kísérettel. Elhangzott, hogy a tanuló karvezetők péntek délután kezdték el a gyakorlást a különleges összejövetelre. A résztvevők a pandémia után most találkoztak először. Nem csak találkozás, hanem út, híd, kapocs, ezek a szavak jutottak eszembe. Mert a zene azt gondolom, hogy szokták mondani, híd a menny és a föld között. A zene az út a szívekig, és a zene összekötő kapocs ember és ember között. És hogyha elfogadjuk ezeket az alaptéziseket, akkor az egyházi énekeknél, zenéknél ez még inkább igaz, mert valódi kapocs a lélek és lélek között, az ember és az Isten között. A hétvége zenei művészeti vezetője Olá Gábor karnagy volt, aki korábban a Magyar Rádió énekkarát, jelenleg pedig a Baptista Központi Énekkar dirigálja. Nagyon sokan vannak most is 30-on fölül Erdélyből, és hát így a határon túliság is megvalósul. 4 karvezetés tanárral jöttünk le, ha szabad így mondanom, ugye a Budapestről, illetve az egyik az Békésről, meg egy orgona művész tanárúra, és hát tulajdonképpen a cél az, hogy minden segítséget maximálisan megadjunk a hallgatóknak, vagy a tanfolyam résztvevőknek. A zeneművek az ünnepi istentisztelet során több blokkban csendültek fel. Az alkalom szeretett vendégeléssel és közös énekléssel zárult.
Véget értek a Tamási Áron napok a Gyulai Várszínházban. A háromnapos program része annak a sorozatnak, amellyel a Teátrum a nemzeti klasszikusok életművét állítja középpontba. Három nap alatt 5 előadás, diákszínjátszók bemutatkozása, tudományos konferencia és kiállítás megnyitó várta a közönséget. A szervezők hangsúlyozták, Tamási Áron legnagyobb érdeme, hogy örökérvényű igazságokról írt, mindezt sokszor szinte mesés formába öntve, ezzel pedig a hétköznapok realitását még érzékletesebbé tette. A Tamási napok egyik kiemelt előadása a Tündöklője romos volt. A darab egy székelyfalu mindennapjait mutatja be, ahová megérkezik a hamis megváltó. A produkciót a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Beregszázi Társulat közösen vitte színre. Hamis ígéretekkel szemben a tisztesség és a becsület útját választják a falu lakói, és tulajdonképpen győzedelmeskedik az igazság és a becsület. Nem vészel a falu lakóiban a lélek, ahogy a Kocsmáros fia mondja, hogy nem veszett el bennünk a lélek. Ez a legfontosabb mondata talán az előadásnak. Szezonbeli második sikerét aratta a labdarúgó másodosztályban a Békés Csaba 1912 előre, miután idegenben legyőzte a tavaly még NB1-ben szereplő Gyirmót FC Győrt. Az első lehetőség a sárgamezes hazaiak előtt adódott, azonban Soltész Dominik 11 méterről a kapu fölé lőtt. A Békés Csaba a 14. percben vezette első veszélyes támadását, de talpalló Norbert lövését védte a kapus. A Gyirmót a 23. percben közel állt a vezető gólhoz, azonban Pető Bence közelről kihagyta az ittszert. A második félidőt a győriek kezdték veszélyesebben, Bukrán Erik hárította Simon András fejesét. A hazaiak az 55. percben kétszer is vezetést szerezhettek volna, de előbb Soltész próbálkozását védte a csabai kapus, majd Medgyes Zoltán lövése ment centikkel a kapu mellé. A sok kihagyott gyimróti helyzet megbosszulta magát. A 91. percben Cékus Ádám passzolt Jasin Hamedhez, aki közelről megszerezte csapata győztes gólját. A Békés Csaba két nyert meccs után a táblázat 6. helyén áll, szerdán pedig az MTK-t fogadja hazai pályán. Több mint 400 szenior úszó küzdött a magyar bajnoki címért a Gyulai Várfürdőben. A fürdőváros immáron 52. alkalommal adott otthont a nagy hagyományokkal rendelkező háromnapos eseménynek. Ebben az évben már megújult környezetben rendezhette meg az országos szenior úszó bajnokságot a Dr. Regere Károly Szenior Úszóklub. A Gyulai Várfürdő nyitott 50 méteres, 8 pályás versenymedencéjét a város közel 230 millió forintból újította fel a terület és település fejlesztési operatív program segítségével. Energetikailag teljesen megújult az épület, mind a légkezelőrendszer, mind a szigetelés, mind a nyílászáró, és ezen felül még saját erőből elkészítettük az újraburkolását és a vízszigetelését a kinti járófeleteknek, illetve még a Magyar Úszószövetség támogatásával fóliázásra is sor került a medencében, tehát nem csempe a burkolat, hanem fólia a burkolat, ami jól mozog és a dilatációt kezelni tudja. Ezek történtek meg, emellett még a főépületre egy napelemrendszert is telepítettünk ennek a projektnek a keretében. A háromnapos verseny résztvevői ezúttal is egyéniben és váltóban mérhették összetudásukat. A hagyományos versenyszámok mellett idén sem maradtak el a betétszámok, hiszen a hétvége során családi váltót és nagyszülő-szülő gyerekfutamot is rendeztek. Apa annak idején 76-ban kitalálta, és akkor úgy két csoportba indult, hogy 40 alatt, 40 felett. És akkor ugye először volt, mit tudom én, 5-6 ember, akik ilyen lelkesek voltak, aztán akkor lassan ez ugye felfejlődött, akkor ugye megalakult a Senior Úszóklub Gyulán, de még csak Gyulán is, Gyulán volt, tehát akkor még Csabán, meg Orosházán, meg Tóth-Komlóson nem volt, ugye mindenki a gyulai színekbe indult. A verseny egyik legkiemelkedőbb része a Dr. Regere Károly emlékúszás volt, amelyen a látogatók 200 méteres férfi és női vegyes úszást láthattak. A tornát vasárnap pillepárbaj zárta le, amelyen a két fős váltók kétszer 50 méteres futamokon úsztak egymás ellen. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!